problémám lenne, fölhívnám, azonnal ugrana. Huszonkét éve kerültem a Lajcsihoz, 22 éve. Hát mi kimondani sok. Nagyon-nagyon sokat segített nekem fejlődni, tanított engem. Megtisztelt avval, hogy egy 5 hetes kanadai turnéra elvitt magával. Ez egy olyan barátságot kötött köztünk, ugye együtt éltünk 5 héten keresztül. 24 órát vezettem egyfolytában, és fölébredt, és még mindig te vezet? Mondom, igen, én vezetek. Egyből hívta az itthoniakat, a Laci még mindig bír vezetni. Amikor beszélünk, akkor mindig meg, hogy vagy, Lacikám. Tehát nem az a fajta, mindig segít volt, hogy összetörték a kocsimat, és a fülébe jutott egyből, Lacikám, gyere, adok autót. Persze nem fogadtam el, mert hál' Istennek volt másik. Ő segítőkész barát. Kaptam egy mélyvénás trombózist. És a Lajcsi azonnal hívott, Lacikám, bármilyen szüksége van, segítek, orvos. És olyan szerencsém volt, hogy pont ahhoz az orvoshoz kerültem véletlenül, aki ő is ismert. Te ott voltál azon az emlékezetes utolsó nőnapi bulin. Mit tapasztaltál a közönség részéről? Abszolút pozitív. Abszolút. Szórakozni jött oda, mert egy olyan előadóról beszélünk, aki ezt a műfajt Magyarországon megteremtette. Nagyon sok ember köszönheti azt ott, ahol van. Többek között én is neki köszönhetem, mert hogyha ő nem lett volna, akkor maradtam volna vendéglátó zenész. Ha mindennek vége, akkor ti folytatjátok a közös utatokat? Biztos vagyok benne. Olyan eső a férfi sázra, a leső a összes csajra, jaj.